Sziasztok! Sziasztok, rendszerváltók! Jó estét mindenkinek! Üdvözöllek benneteket! Első és a legfontosabb dolog, amit szeretnék gyorsan veletek tisztázni, hogy ez nem az én profilom. Én ezt a profilt csak akkor használom, amikor belépek. Tehát ide ne is küldjetek egy üzenetet, hogyha kérhetlek benneteket, mert ne is jelöljetek ismerősnek. Én ezt kölcsönbe kaptam, ezt a profilt. Ez egy nagyon jó barátomé, nagyon jó kollégámé. Ez az övé, ez attól függetlenül élő profil, tehát rajtam kívül a bejelentkezések alkalmával csak az enyém, de a bejelentkezések után a saját gazdája, Gáborom használja. Azért kaptam ezt a telefont, hogy zavartalanul tudjak veletek kommunikálni. Tehát semmi másért nincs ez a profil fölhozva, ez csak azért van, hogy veletek tudjak egyenesbe kommunikálni. Ígértem nektek egy videót, egy picit türelmet kérek, mert gyakorlatilag moslék vagyok. El fogom készíteni, fel fogom tölteni ide az oldalra, és azt lehet nyugodtan terjeszteni. Nem mondom meg a tartalmát, nem mondom meg, miről fog szólni. Figyeljétek, nem tudom, mikor fogom tudni föltölteni, de összekapom magam, aztán megpróbálom. Ugye már elindult itt több csoporton belül is a vita, meg a veszekedés. Az első vitát ugye Demián Mónika alakította ki. Én úgy tudom, hogy a Demián Mónika már ki lett rakva a csoportból. Én többször elmondtam, hogy békével, szeretettel kell utcára mennünk. Erre jó példa az is, hogy múlt héten vasárnap, illetve hétfőn, tehát múlt héten hétfőn, illetve előző héten vasárnap volt ugye egy tüntetés, vagy nem is volt az tüntetés, hanem az egy megmozdulás volt. A vendéglátósok mellett azért 20 milliárdot kitapsoltunk a kormányzat zsebéből, ami ugye nekünk járt volna, vagy annak az érdekcsoportnak járt volna, mégse kellett erőszakhoz folyamodnunk. Tehát, hogyha valaki, és ezek az agresszív emberek, akik itt az agresszióra biztatnak, azok közül egy se volt kint. Még van itt egy úriember, azt hiszem Gere Tibornak hívják, én nem találtam meg a csoportba, de ne is hívjátok meg, mert ő a másik agresszor, tehát nincs erre szükség, hogy itt vér folyjon. Ugye van egy Viber csoport, azt hiszem az úriembert úgy hívják, hogy Keller Roland. Érdemes rá odafigyelni, mert ő rögtön megértette, hogy miről szól a dolog, és néhány szóba elmondom nektek is. Ugye mi rendszert szeretnénk váltani, és az alaptörvény érvénytelenségéről beszélünk. Nekünk nem kell a 89-es alkotmányt visszahelyezni, mert a 89-es alkotmány életben van. Ugyanis a politikusoknak nem volt jogkörük azt eltörülni. És a Roland ezt megértette. És én arra kérem Maklári Juditot, akit már nagyon régóta ismerek, és rá aztán tényleg érdemes odafigyelni, hogy ezeket a dolgokat vagy egy élő videóba, vagy egy posztba, ezt próbálja összefoglalni úgy, hogy mindenki értse. Mert ez talán a legfontosabb. Ez az egyik legfontosabb. Judit azt nagyon érti, Judit nagyon régóta csinálja ezt. Több éve ugyanúgy kim van az alaptörvény érvénytelensége mellett, és az egy női ész azért, illetve egy női fogalmazás az valamennyivel finomabb, mint az enyém, de tökéletesen össze tudja foglalni. Ennek az egésznek a lényegét lehet, hogy csak 5 mondatban, és mindenki meg fogja érteni. Aztán még mielőtt
az új tagokat szeretném arra kérni, hogy legalább ezt az egy videót hallgassák végig, meg nézzék meg. Itt nem arról szól ez az oldal, hogy Orbán ki és Gyurcsány be, vagy Orbán ki és bármelyik politikai párt bemegy a helyszínre. Erről szó nincs itt. Tehát, hogyha valaki ezt várja, akkor az nagyon-nagyon rossz helyen van. Tehát, ha valaki még mindig a pártokba hisz, és úgy gondolja, hogy a pártokkal lehet majd itt rendszert váltani, hát az nagyon nagy tévedésben van, mert nem. Abszolút nem. Az adminoknak, akik most lettek adminok, azoknak nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséget. Most már mindegyik elismeri, hogy ez nem egy kis munka ezt az oldalt vinni, én ezt vittem egyedül munka mellett. Ugye amikor szétvált a nyílcsoport, illetve el lett lopva a nyílcsoport, ugye én akkor már egyedül csináltam ezt az oldalt. De elmondom nektek őszintén, hogy most széjjel estem, mint a német-római birodalom. Mert most lényegesen több helyre kell figyelni, mert ugye itt volt az oldal, kezemben volt a telefon, nézegettem a felkéréseket, nézegettem az adatlapokat, aki átment nálam a rostán, az bejött, aki nem, az nem. Ugyanígy volt a bejegyzésekkel is. Most ugye 3-4 ember is figyeli a bejegyzéseket. Igen ám, de most lett egy... Van egy Signal alkalmazásom, egy Viber alkalmazásom, meg az Isten tudja milyen van még. Telegram meg. És lényegesen több helyre kell figyelnem, tehát nem tudok odafigyelni. Abszolút nem tudok odafigyelni. Ennyi felé meg... Bőven nem, mert én nekem mellette vezetek, meg dolgozok, tehát ennyifelé nem tudok, és mindenkitől elnézést kérek, hogy nem tudok rögtön válaszolni, de már el vagyok fáradva. Tehát most tényleg el vagyok fáradva. Az a csoport, az a Viberes csoport, az kezd összeállni, ott már van, aki megérti, vannak még későn érő típusok, őket nem bántom, mert van, akinek 3-4 el kell mondani. De a rendszerváltás az nem egy érdekcsoportról szól, hanem az egész országról szól. Az nem egy vendéglátósról szól, ez az oldal nem egy politikai oldal. Tehát mi nem azt a szektort gazdagítjuk itt csoportokon belül, vagy csoportonként, hogy az egyik pártot kirakjuk, hanem itt teljes átfogó reform, lehet ezt is mondani, teljes átfogó reform, egy országot érítő reform lenne kiépítve, de ahhoz egy tudatos, cselekvőképes tömeg kell. Tehát ahhoz az kell. A mindaddig, amíg az nincsen meg, ezernyi órát beszélhetünk, ezernyi órát élő videózhatunk, bármit teszünk, mindaddig, amíg nem értik meg az emberek ennek a szükségességét, ennek a menetét, addig bármiről beszélhetünk. Nem az a lépés, hogy kik lesznek majd helyettük, nem ez az első legfontosabb lépés, hanem az, hogy az önrendelkezési jogunkat visszavegyük. Onnantól kezdve, hogy kik lesznek helyettük, onnantól kezdve az egy teljesen másodlagos lépés, mert először is a rendőrséget magad mellé kell állítani, harmadik lépés, el kell kezdeni a letartóztatásokat. És ez már 3 lépés, és még mindig nem jött abba szó, hogy ki lesz. De mindig nem jött abba szó. És már megtettük az első 3 lépést, és még mindig nem tudjuk, hogy kik lesznek. Csak olyan emberek lehetnek, akit a nép, illetve a nemzet megválaszt. Ez egy ideiglenes szakértői kormány. 2022-ig lehetnek... Tehát a választások, ugye a törvényes választások, ugye 2022-ben, már csak az egy év. Tehát csak addig lehetnek. Meg lehet őket hosszabbítani népi felhatalmazással, de csak addig lehetnek. Az, hogy ott név szerint ki lesz, az ott kell lenni a téren. Nagyon-nagyon sok embernek. És egy országnak. És a 72 órán belül demokratikusan meg kell választani. Ezt is elmondtam, és még ez még mindig nem a negyedik lépés, mert a negyedik lépés az még a vagyonok elkobzása, az államosítás, tehát azért vannak olyan bankszámlák zárása, és kb. A 6.-7. lépés az, hogy ki lesz. Mert addig nem az a lényeg, mert jelen pillanat ez az ország, ez valamennyiünké, ez nem politikai pártoké. És onnantól kezdve, hogy megvan, hogy ki lesz, onnantól kezdve 72 órán belül demokratikus úton kell őket megválasztani. Ideiglenes szakértői kormányról beszélek. Ideiglenes szakértő kormányba. Úgyhogy a másik kérdésem az lenne, hogy akiket úgy látjátok, hogy nem idevalók, mert itt tegnap volt egy hölgyike, én nem
tudom, mert én nem voltam benne, nekem nem küldött üzenetet, tehát nem nekem küldte az üzenetet. Kitiltott innen három embert, aztán kiderült, hogy ő gondolkodik pártokba. Úgy tudom, hogy a hölgy már azóta reptetve lett. Így tudom. Tehát próbáljuk meg kérlek szépen benneteket, hogy nem az erőszak fele visszük el az oldalt. És én nagyon szépen köszönöm Ricardónak, hogy a saját oldalán is erre figyelmeztette az embereket, mert átküldte ugye fénykép formájába. Tehát, hogyha nem erőszakra biztatjuk az embereket, mert azzal nem fogunk előrébb menni, mert az erőszakkal nem lehet az embereket kivinni az utcára. Az, hogy ki hogy képzeli el egyénileg, azt én nem fogom tudni bírálni, én arra nem tudok választ adni. Itt minden ember ezen az oldalon úgy érzem, hogy tudja, hogy miért van itt. Itt tudja azt, hogy itt nem volt arról szó, hogy menjünk oda, aztán vágjunk valakit pofán. Nem volt arról szó, hogy be kell menni erőszakosan a parlamentbe, aztán ki kell önöket tépni. Itt nem erről szólt, ez az egész nem erről szólt, soha nem volt erről szó. De aki az erőszakot követeli, illetve az erőszakról beszél, és Ricardónak is üzenem, hogy ezt nyugodtan kiírhatja, hogy ezek az emberektől meg kell kérdezni, hogy hol voltak múlt héten hétfőn a vendéglátós rendezvényen. Miért nem álltak ott az első sorban, amikor a rendőr nekiállt bennünket megzárni? Miért nem vágták pofon a rendőröket? Mert az erőszak az itt az oldalon, meg itt vér folyjon, meg kaszákat, meg kapákat, meg ásókat, meg ilyeneket irogatnak, meg mindenki vegyen magának fegyvert, szóval ez így nem működik. Én ehhez nem is adom a nevemet. Tehát én abszolút nem is adom a nevemet. Jönnek itt ugye különböző hivatkozások. Ugye van a, nem tudom milyen misi. Nem tudom megmondani milyen misi az UCC törvény alkalmazását. Ugye én tudom, hogy a misit nagyon régóta ismerem. Az egyetlen egy probléma van. Most meg is jelent valakinek a kiírásába, de el is tűnt. Tehát azt is tudni kell, hogy azt is el kell mondani az embereknek, hogy akik ezeket a törvényeket próbálja alkalmazni, azok ellen mind, azt hiszem csak két kivétel volt eddig, azok ellen mind elmeorvosi szakértői vizsgálatot kérnek. Tehát az UCC törvény is számomra is gyanús, nem mondom, hogy nem létezhet, én nem mondom egy szóval sem, hogy nem létezhet, mert nem láttam cáfolatot rá, de ettől függetlenül az Orbáni diktatúrába ez félreállításra kerül a sor, mert éppen a misit is, a Herédi misi, köszönöm szépen Rita, a Herédi misi, őt is elvitték jó párszor, tehát nem tudom, hogy aztán lett eredménye, vagy nem lett eredménye, erre én nem tudok válaszolni, de őt is elvitték jó párszor, őt is megkurcolták jó párszor, tehát azért az igazsághoz el is hozzátartozik. Szia Ricardo! Szóval az igazsághoz el is hozzátartozik, hogy az elmeorvosi szakértői vizsgálatra viszik az embereket. Az, hogy most létezik az UCC, avagy nem létezik, nem tudják cáfolni, tehát akkor effektíve létezik, viszont annak az alkalmazásában azért eltérőek a vélemények, de az a baj, hogy az UCC is valaminek alá van rendelve, és nem tudjuk megmondani, hogy minek van alá rendelve. Tehát pontosan nem tudjuk elmondani, hogy minek van alárendelve. Egy biztos, hogyha most már utána néztek, most már ez idáig most már nyíltan is kint van, ugye többen emlegetjük meg, többen említést teszünk arról, hogy ugye Magyarország ZRT. Donald Trump 2020 november, vagy december, 25-én ugye ezt megszüntette ezeket a cégeket, ez már fönt is van az interneten, tehát megvan adva az alapítás dátuma Magyarország esetében, meg a zárás dátuma. Tehát jelen pillanat azt se tudjuk, hogy milyen jogviszony, illetve hogy Orbán kit képvisel, tehát pontosan ezt se tudjuk megmondani. Persze a háttérhatalmat hát le is paktált velük ugye Párizsba, mert ugye 1700-tól érvényes família ez a hogy hívják. Na várjatok, itt van Judit. Ugye? Valami Judit az így van, hogy létezik, biztos, hogy létezik az UCC, mondom, mert senki nem tudja cáfolni, de nem tudjuk érvényesíteni. Judit, én tőled annyit kérek, mert te régóta ezzel foglalkozol, hogy egy 5 mondatban rakják ki egy posztot, hogy... Mert én most meghallgattam az üzenetedet is,
itt a csoporton belül ezzel kapcsolatban rendszerváltásért az alkotmánya, hogy a saját szavaiddal ezt írjad le, légy szíves, azt rakj egy posztba, légy szíves, mert a többiek is értsék. És ugye ezt női észre, női logikával teljesen más lesz, mint mikor mi elmondjuk, hogy hát érvénytelen. Ugye december 20-tól szüntette meg, akkor jól tudom, december 20-tól. Tehát már fönn is van az interneten a Magyarország ZRT, hogy mettő meddig volt, tehát az alapítás, de a Magyar Köztársaság is fönt volt, vissza lehet keresni, ha azt ütitek be, az is ki fog jönni, hogy az meddig volt. Már akkor volt Magyar Köztársaság, amikor még hivatalosan az államformánk népköztársaság volt, tehát ennyit a rendszerváltás előtti pártokról és az MSZMP-ről, ennyit. Posgai elvtársékról. A rendszerváltás akkor úgy ment, hogy Posgai elvtársból lett Posgai úr. Ennyi volt a rendszerváltás, ami nem változott. Ugyanazok maradtak. Úgyhogy... De bent vagyok én a Weber csoportban. Bent vagyok a Weber csoportban, Karcsi. Hát csak megmondom őszintén, lefeküdtem aludni, mert mondtam is nektek, hogy elfáradtam. Én lefeküdtem aludni, úgyhogy most keltem föl. Azt akkor ma van szerda. Akkor pénteken jönni fogok, megpróbálok péntekig azt a kis videót összerakni. Megpróbáljuk összerakni, aztán aztak lehet terjeszteni. Tehát még az UCC-ről annyit, hogy ugye van ez a hivatalos, nem tudom milyen értesítés, azt aki tudja, az vagy már alkalmazta. Én nem tudom, hogy azt lehet-e alkalmazni különböző helyeken, vagy gyakorlatilag teljesen hülyének néznek bennünket, de még egyszer mondom, hogy itt Magyarországon furcsa viszonyok vannak. Az Orbáni kabinet mindent megtesz, hogy az embereket ellehetetlenítse, és itt nem csak Orbánnal van probléma, hanem a rendszer katonáival is van probléma, tehát a Gyurcsány félével, és még hosszasan lehetne pártvezetőket sorolni. Ja, jól mondtam én, Tibi, hogy 12-25-től. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm, Tibi. Udvarias értesítés, így van. Udvarias értesítés. Jó. Ez volt a lényege. A tünde. Nem tudom, hogy itt van-e még tünde a csoportban, vagy magától kilépett. Én annyit kérek tündétől, hogy ezeket a vitákat, meg a veszekedéseket próbálja meg elkerülni itt a csoporton belül is, illetve tegyen meg annyit, hogy velem ezt tisztázza. Annyit tegyen meg, mert engem ő nem keresett, tehát én nem láttam tőle sem üzenetet egyik platformon se, de tiszteljen meg azzal, hogy amiket itt a csoporttagok elmondtak, azokat legalább velem tisztázza. Én nem leszek békebíró, nem is ezt szeretném mondani, nem is ezt szeretném játszani, de vannak itt olyan dolgok, amelyeket tisztázni kell, ez nem tartozik a nyilvánosságra, de én ezt úgy gondolom, hogy jobb lenne csirájába elfolytani, és biztos, hogy el fogják fogadni a csoporttagok, hogyha én azt mondom, hogy makulátlan, mert azt hiszem, hogy minden egyes dologban hittetek, illetve bíztok bennem, de én szeretném ezt minél előbb tisztázni, mert ez nem vet jó fényt sem tündére, sem a csoport működésére, és én nem akarom, hogy itt valaki olyan dolgot tegyen, amiben nem szeretnék részt venni. És akkor, ha már kértétek, akkor már valaki keresett, mindjárt megpróbálok keresni egy üzenetet, de már a Viber csoportba beraktam, csak tudjam, hogy hol jött ez. Az úri embert úgy hívják, hogy Martin Luther, ha jól olvasom a nevét. Tudjátok, ő az az úri ember, aki Ausztriában szervezi folyamatosan a tüntetéseket. Ugye volt itt nálam is egy felkérés, hogy vegyétek ki a pénzeiteket a bankból, vegyétek ki az értékpapírokat.
sokan kételkedtetek benne, meg ilyen gazdasági összefonódás, meg gazdasági válságot emlegettetek, holott azt nem veszi észre senki se, hogy mi tartjuk el a gazdaságot. Tehát mi magunk vagyunk a gazdaság. Erről lehet vitatkozni, lehet beszélni, lehet elnézést, tehát lehet rajta vitatkozni, lehet veszekedni. Az államnak nincs pénze. Az államnak a pénzt mi adófizetők adjuk be, illetve ugye hiteleket vesz föl, különböző támogatásokat hív le. Tehát maga a gazdaságnak a működtetése az itt az állampolgárokon múlik. Na most, és itt a különbség, és mindjárt visszatérek Martinra, és itt a különbség a rendszerváltás, meg a politikai pártok által képviselt állam között, hogy a rendszerváltáskor az állam az önfenntartó, tehát nem termelhet deficitet, nem lehet mínuszba átmenni az egyenlegnek, még a pártok azt csinálnak ebben az országgal, amit akarnak, eladósítanak bennünket, gyakorlatilag szolgasorsba taszítanak, ott is vagyunk már régóta, de most már kezd tudatosulni. És ugye mondtam nektek, azt hiszem múlt héten, hogy mindenki vegye ki a pénzét ugye a bankból, az értékpapírokat, most ugye a kínaiak elindultak, töménytelen mennyiségben szabadulnak meg az államkötvényektől, és akkor felolvasok nektek, most már ezt magyarul, de ki fogom rakni az oldalra németül is. Tehát azt írja Martin Luther, hogy tipp, vegyétek ki a pénzeiteket a bankból, valami készülőben van, azt ajánlom, fektessétek élelmiszertartalékba és nemes fénybe, aranyba. De ezt ki fogom rakni ide erre az oldalra. Ezt Martin Luther írta, Ausztriában a tüntetés szervező fiatalember. Egy fél pillanat, Magyaró Diános kidönti be a rendszert, mi vagy ők. A rendszert kétfajta képen lehet bedönteni. Én bízok benne, hogy ebben a csoportban, én nem azt mondom, hogy milliómosok vannak, mert ugye Orbánnak nincsen pénze, de nekünk meg van 10 millió a bankunkban. Ennyire vagyunk hülyének nézve. És még ekkor sem mentünk ki az utcára. Ekkor sem. A rendszert háromféleképpen lehet bedönteni, az, hogy a politikai pártok államcsődöt jelentenek, így lehet bedönteni. Be lehet dönteni úgy, hogy el szépen megvonjuk tőlük a támogatást, nem a szavazatot, János, nem a szavazatot, a támogatást, tehát kiveszük az államkötvényből a pénzeinket, illetve úgy, hogy utcára megyünk és rendszert váltunk. Ez a három rendszerváltási folyamat van. Én többről nem tudok. Akkor van szerencsénk, hogyha az utóbbi kettőt azt mi csináljuk. És nem ők szaladnak el a pénze. Mert megtehetik. Jelen pillanat pénz, paripa, fegyver a politikai pártok asztalán megvan. Minden megvan nekik ahhoz, hogy elmeneküljenek. Azzal a pénzzel, amit ti bizalmatokba, vagy bizalommal megszavaztatok államkötvénybe, vagy különböző helyekre. A bankok, azok a politikai pártokat támogatják. Tehát nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, az én korabeli szérián biztos, hogy emlékszik rá, amikor óriási botrányt okozott Magyarországon, hogy az MSZP-nek, MSZP-ről beszélek, aminek akkor még a Gyurcsány vezette éra volt. Kiderült, hogy a választási kampányban több millió forinttal, vagy legyen millió forinttal a Strabag, az ausztriai cég beleszállt. Tehát emlékeztek rá. Így honorálta vissza a közbeszerzési támogatásokat. A Strabag az egy osztrák pénzintézet tulajdonába álló vállalat, ami valamikor állami vállalat volt. Egy osztrák bank vette meg. Mai napig osztrák bank a tulajdonosa. És egy osztrák bank finanszírozta a magyar választási kampányt. Sorry. És ebből ugye volt botrány, emlékeztek rá, akárcsak a Tocsik féle sikerdíjakból. Ugye? Érdekes egy országot élünk mi. Na, szóval ezt írta Martin Luther, hogy mindenki vegye ki a pénzt, valami készülőben van, élelmiszertartalékokba kell belefektetni, vagy pedig aranyba. Bár én nem tudom, hogy az aranynak miért olyan magas az ára, mert meg nem lehet enni, magunkkal nem tudjuk vinni, tehát nem tudom, de nem is akarok ebben foglalkozni. Úgyhogy János, rendszert így lehet váltani. Azon viszont már kell gondolkodni,
Szerintem már érdemes rajta elgondolkodni, hogyha egy Ausztriában egy tüntetés szervező, akivel én nem állok semmilyen kapcsolatba, bár ha valaki tud hozzá kontaktot, akkor én nagyon szívesen megkeresem az úriembert, és akkor össze kéne hozni egy tüntetést Hegyeshalom, illetve Nikkelsdorf határán, az lehet a kis határ vagy a nagy határ. És itt vannak olyan emberek, akik Ausztriában élnek, többek között a hölgy is, akitől kaptam az üzenetet. Tehát, hogyha ha már két ember nem túl nagy földrajzi távolsággal, de két különböző országból is ugyanazt mondja, laikusként, akkor el kell gondolkodni, hogy az nem zörög a haraszt, hogyha a szél nem fúja, tartja a mondást. Tehát vannak ezek a mondások, amelyeken úgy érdemes elgondolkodni. És még egyszer mondom, én Martinnal egy mondatot nem beszéltem, meg nincs is hozzá kontaktom. De ezt az üzenetet ő írta. Nem nekem írta, tehát nem én kaptam személy szerint, hanem ugye ők is szervezik a tüntetéseiket, továbbra is, és oda a tüntetéses oldalba, privát üzenetekbe szórták meg az országot. Köszönöm, Beáta. Köszönöm. Még valamit akartam mondani, mert nem tervezem most ma hosszúra, hogy tudjak még éjjel én is pihenni, meg tudjak vezetni, meg benneteket se fárasszalak le. Ja igen, mert ezt megkérdeztétek már csak még a régi oldalamon, de nem tudtam rá reagálni. Persze, az első körben ugye a jelenlegi politikai hatalom, tehát a Fidesz-KDNP koalíció az, aki pillanatok alatt felelősségre van vonva. Na, de a többi nem ússza meg. Tehát a többi se ússza meg. Tehát az nem úgy lesz, hogy Gyurcsány kiáll és elmondja, hogy az alaptörvény közlegileg érvénytelen, és akkor onnan kezdődik el a parlamentbe. Mert Gyurcsány volt az első hazárulónk. Bizony. De nézzétek meg a hazárulás fogalmát. Én arra kérlek benneteket. Nézzétek meg. Nézzétek meg. És itt nem 2006-ozni kell, amikor behívta. Már az önmagába hazárulás volt 2006. Már önmagába hazárulás volt 2006. De hogy miket tett? Kiszivárogtatott bizonyítékokat. Ez hazárulás. Hazárulás. Igen. Igen, János, mindet falhoz állítjuk, hátrakötjük a kezüket, megbilincseljük. Így fog menni. Így. Így fog menni. Aztán majd a katonai bíróság az majd elrendeli, hogy mi lesz velük. Mert ezek a bírók, akik ott vannak mögöttök, sajnos ezek mind a rendszer katonái. Nincsen független bíróság ma Magyarországon. Nincsen független bíróság. Tehát aki még mindig azt hiszi, hogy itt a bírósággal, meg jogi úttal le lehet dönteni ezt a rendszert. Ha jogi úttal le lehetett volna dönteni ezt a rendszert, ha lenne bíróság, ha lenne igazságszolgáltatás, hát akkor a devizások nem úsztak volna el. Igen, Ildikó, teljesen igazad van, de Antal nem él. Ezt már nem lehet kihantóni. Ebben igazad van. Hát én tudom, én tudom azt, hogy mit műveltek sziget közben a Dunai vízlépcsővel. Hát én tisztában vagyok vele, hát itt élek. Csak Antal meghalt. A többi azóta már, ugye Horn elvtárs is meghalt. Azóta ő is meghalt. Ugye, meg Rossz is meghalt, ha jól tudom. Az első hazárulás azt Németh Miklós csinálta. Németh Miklós nevéhez fűződik. Ott vannak a rózsadombi paktumok, meg kell nézni, miről szólnak. Tehát föl fogom olvasni, mert tudom azt, hogy nem szerettek olvasni, ezt megteszem nektek. Föl fogom olvasni, ki fogjuk ide rakni, de a Juditnak megvan a rózsadombi paktum. Maklári Judithoz kérem, akkor kérem, tegye be ide. Mikor Orsolyának üzenem, hogy ami független, itt Magyarországon semmi nem független. Semmi. Itt nem tudsz független bíróságot mondani. Itt most jelen pillanat a saját rendőrségüket próbálják betuszkolni, attól függetlenül a régi rendőrök szerelnek le. Mert már nincsen hozzájuk gyomor. Tehát ehhez a rendszerhez már nincsen gyomor. És azért a harmadik dolgot azért ne felejtsük el.
azért a rendszerváltásnak vidéken lényegesen nagyobb támogatottsága van, mint Budapesten. Kérdezzetek meg egy vidéki rendőrt, eddig van. De kérdez, az elmondja neked öltönybe is, rendőri ruhába is, meg elmondja rendőri ruha nélkül is, mert annak van véle tökébe. Most ezeket fel fogják rendelni március 15-ére. De a vidéki rendőr neki fog menni a pestinek. Ami ott vagyunk az utcán, az neki fog menni a pestinek, és az meg fog bennünket védelni, nyugodjátok meg. De a vidéki rendőrnek a hócipője teliben. Ezzel a rendszerrel. A hócipője. De a vidékiek jobban tudják. Tehát a vidékiek jobban tudják. Lényegesen jobban tudják. És azt is megkérdeztétek, hogy Budapest vagy vidéki város. Az a baj a vidéki városokkal, nem lenne nekem gondom akár Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, ott ugye keleti részen, ott pillanat alatt össze lehetnám hozni a tömegeket. Hát ott van Mamuka is, nem tudom, hogy hol van Mamuka is, az ő szavára azért megindulnak ám a cigányok. De nincs törvényhozásunk. Tehát ott nincsen törvény, ott hiába fogunk kiabálni. Ott hiába fogunk kiabálni. Ott nem ér fel a hangunk Pestig. És még egyszer mondom, a parlament az a végállomás, de nem ott kell kezdeni. Tehát higgyétek el, hogy nem ott kell kezdeni. Ad egy nincs is, az nem is jó hely, meg én a parlamentben a rendszerváltás után egy gyönyörű múzeumot csinálnak, mert az törvényhozásra alkalmatlan az az épület. Azt köszönöm szépen István, köszönöm. Tehát Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, ott pillanatok alatt össze lehetem szedni 100 000 embert, abban a három városban, a környékében. Még egyszer mondom, aki Borsodban nem járt még, az nem tudja, milyen állapotok vannak, hogyha átlépti a Tisza hidon. 40 év. Vissza. 40 év. És ugye nekünk még mindig addig van esélyünk, amíg a régi rendőrök még nem szerelnek, még ott vannak. Még a vidéki rendőrök mellettünk vannak, nekünk addig van esélyünk. Tovább nincs esélyünk. Többiben nincs esélyünk. Mert ezt az új gárdát, és most nem jellemzem, és nem mondok semmit. Nézzétek meg, a kilakoltatásnál ott állnak fapofával, szolgálják a hatalmat, a hatalmi elitet, a végrehajtókat, a csalókat. Teljesen mindegy, hogy áfa csalónak hívjuk, vagy az mind csaló. Mind csaló. És ennyi lett volna már a hölgyek urak. És akkor tegyük meg azt, hogy péntek? Szombat. Akkor tegyétek meg azt, kérlek szépen, hogy... Na, ugye te meg Miskolcon vagy, látod Mamuka? Te meg Miskolcon vagy, te pillanatok alatt föl tudnád. De hát most Miskolc-Budapest 178 km. Na most Miskolc-Debrecen majd egy százas. Majd egy százas. Mert mondjuk, ha belevesszük Ózdot. Mamukám, akkor nem mindegy, hogy Budapest, vagy Debrecen, vagy Nyíregyháza. Tehát nem lehet megszervezni a cigányokat, és nem bántani szeretnélek, tudod, hogy tisztellek, becsüllek, ezt azért tisztázzuk. Engem nem számít senkinek a származása, mert mindig is egyet beszéltünk. De ti itthon vagytok, mamukám. Itthon vagytok abban a környékben, ahol a cigányok élnek. Tehát miért Belfastból kell egy másik cigánynak toborozni az embereket? Miért nem tudjátok ti azt megtenni, hogy főtüzelitek az embereket? Mert ott neked azért van szabad, te már nem először vitted ki a cigányokat. Neked ott azért van szabad. És rád figyelnek a cigányok, és hallgatnak, mint ahogy van egy másik cigány, hogy most nem tudom sajnos a nevét, mert ugye nincs meg az oldalam, hát ugye ez volt... Nem tudom, hogy hívják a hölgyet, ő is szokott itt van a csapatunkban benne, ő is szokott élőzni, egy-két videóját be is engedtük. Tehát, hogy miért nem lehet, miért nem tudjátok úgy fölhozni miért nem tudjátok úgy föltüzelni a cigányokat, hogy azok jöjjenek és egy magyar cigány toborozzon. Teljesen mindegy, hogy cigánynő vagy cigányférfi, teljesen mindegy. Csak miért nem csináljátok meg, mint hogy Amerikából, meg Belfastból, meg az Isten tudja honnan élőznek a cigányok, ti meg itthon vagytok. Ő neki azért nincsen hívóhangja, mert kint van. Mert tényleg kint van, azért nincsen hívó hangja, és nem is veszik komolyan, ezt valljuk meg őszintén. Ugye
ti meg itthon vagytok, és nem hiszem, hogy rád nem hallgatnának a cigányok, meg nem hiszem, hogy nem fogadnának el téged, nem hiszem, hogy a te tanításodat nem fogadnák el, mert már nem először vitted őket utcára. Nem kell, hogy most itt megválasztod, mamukám, de gondolkodj el rajta, kérlek. A telefonszámomat tudod, aztán megbeszélhetjük ezt négy szem közt is. És én úgy érzem, hogy rád azért figyelnek, ráadásul meg nő vagy. Nő vagy, és te azért a magyar cigányság életében azért egy elismert ember vagy. Mert azért van neved is, meg van múltad is. Úgyhogy én arra kérlek, hogy gondolkozz ezeken, légy szíves. Aztán beszéljünk a műsor után. Vagy inkább tudod mit? Holnap reggel 8-kor, ha megcsörgetsz, én visszahívlak. Jó? Reggel 8-kor várom a hívásodat. Vagy ha 9-kor hívsz még, az is jó. Mert hogyha hazugságot terjesztünk magyarként is, vagy romaként is, mert cigányként már mindegy, hogy mit mondok, nem fognak ránk hallgatni, de én ismerlek annyira, hogy amiket idáig mondtál, az mind a valóságnak felel meg. És a cigányoknak is egy irányító, nem is egy vezér kell, hanem egy olyan ember, akire fölnéznek, akit elfogadnak maguk előtt, vagy maguk mellett. És azt hiszem, mamukám, hogy te az az ember vagy, akinek ezt a szerepet be kéne töltenie. Jó? Úgyhogy erről azért beszélgessünk holnap. Lehet, hogy megválaszoltad, csak én nem látom, meg nem tudom mindig visszaolvasni. De arra kérlek, hogy ezen gondolkodj el. Jó? Te ott élsz közöttük. Te tudod a gondokat, tudod a bajokat, téged elfogadnak. És azért az élőzéseid, egyetlen egy volt, tudod, amiről beszéltünk, de az élőzéseidnek a 90%-a az a valóságról szól. És nem arról szól, hogy mi lenne, ha. Nem arról szól. Hogy majd hazamegyek. Ha indulok. Hónap. Után. Megmondom mikor. Te otthon vagy, közöttük. Ott vagy közöttük. Jó, mamukám, akkor hónap várom. Na, Tündét akkor arra kérem, hogy jelezzem felém, hogyha majd itt látjátok, akkor adjátok át neki, hogy kerestem, mert most itt nem láttam sem a hozzászólásba, sem máshol, hogy ezt a dolgot tisztázzuk, mert én nem akarok több vitát ebbe, hanem ezt le is akarom zárni. Próbáljátok meg ezeket a konfliktusokat kerülni. Aki drasztikusan akar lépni, azt jelezzétek az adminnak, vagy csak a hozzászólását jelzitek, aztán röpül, mert itt nem kell azt hiszem semmi sem, mert itt a döntő többség megérte, hogy miről szól a rendszerváltás, és még egyszer mondom, nyugodtan meg lehet kérdezni, és Ricardo, téged is arra biztatlak, hogy azok az emberek, akik a Népnevében nevű oldaladon a radikális megoldásokat erőltetik, a radikális megoldásokat válasszák, azoktól nyugodtan kérdezz meg, hogy hol voltak múlt héten hétfőn. A Hősök teréről miért hiányoztak? Mert mi ott voltunk békességbe, szeretetbe. Mi ott voltunk. Na most ugye hallottam, hogy a fiúk azok most európai útlezárást akarnak csinálni. Nincs ezzel semmi probléma, mindenki próbálkozik a saját szintjén. Azt hiszem, hogy Belgiummal, vagy talán Hollandiával vették fel a kapcsolatot, de pontosan nem tudom, hogy kivel. Ennyit hallottam tőletek. Minden lehetőséget meg kell ahhoz ragadni, hogy rendszert tudjunk váltani. Minden lehetőséget meg kell. Úgyhogy kívánok nektek szép estét. Azért 40 percre sikerült összehozni. Kívánok nektek szép estét. Jó étvágyat a vacsorához. Jó munkát holnapra. Előtte azért pihenjetek. És legalább annyit kommunikáljátok itt a rendszerváltók oldalán, mint az a 101 néhány ember a magyar rendszerváltók Viberes oldalán. Ott elindult egy olyan kommunikáció 146 emberre, le a halappa. Tehát nem győzöm az üzeneteket visszanézni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogy veletek lehettem. Jó egészséget nektek meg a családotoknak. Péntek 19:05, jelentkezem, itt találkozunk. Sziasztok!